Köszönjük szépen, hogy eljöttél, Tibor. Hát nekem egy ilyen meglepő telefonhívás volt, ahogyan ebbe a történetbe így bekapcsolódhattam, és nagyon köszönöm, hogy rám gondoltál, mert bár nagyon régen ismerjük egymást, és ugye abszolút jó barátság köt egymáshoz, éppen a Beatles okán, hiszen ő nem azért kapta ezt a feladatot, és nem azért gondolt rá ezek szerint ugye Szabolcs fordítóként, hogy valami extra fordító lenne, hanem kifejezetten, aki tudja a Beatles, aki ismeri a Beatles hátterét, meg egyébként a korszakot is, ugye nagy Led Zeppelin és stb. Rajongó is, a korszak egyébként tipikusan ez a dögös korszak az a kedvence. És emellett rengeteg könyvet fordít, meg lehet nézni majd esetleg a honlapján, hogy mi minden jelenik meg tőle, nagyon sok könyv jelenik meg, és egy szorgalmas ember, úgyhogy ezt is igen megoldotta, de ezért hívott fel, hogy hát figyelj, van itt egy titok, úgy néz ki, hogy megjelenik a Beatles könyv magyar nyelven, és hát én fogom elkövetni, és hát vannak ebben olyan kitételek, olyan visszautalások, utalások a Beatles sztorira a beszélgetésekben, amiket jó lenne egy picit így meg átbeszélni, hogy biztos arról van ez szó, esetleg mire gondolhatna George, mire gondolhatna Lennon. És hát én ahogy mondtam, ugye nagyon meg is örültem ennek a felkérésnek, hát eleve annak, hogy a könyv az meg fog jelenni magyarul is, és hát azonban elkezdtük ezt a fordítást, ugye a modern technikának köszönhetően gyorsan is és flottul ment ez a dolog, folyamatosan mentek az üzenetek, és ahogy tudom, akkor ugye a Gyuri is, a Blackbird dobosa, Hoffman Gyuri is részt vett ebben a munkában. És hát én azt mondjam el, hogy nekem nagy köszönet azért, hogy egyébként a könyv végén név szerint is megemlítesz bennünket, ami egy nagyon komoly karácsonyi ajándék nekünk, hiszen hivatalos Beatles könyvbe olvasni a nevünket, ugye elég egyébként irigyeltelnek is, mondom, hogy de jó neki, ez biztos benne lesz, hogy fordította Ipas Tibor, de hát a végére becsempésztél bennünket, és ezt tényleg nagyon köszönöm szépen. Na milyen volt ezt fordítani? Hát hálóban zongató, tehát nagyon felhívott, hogy lenne egy külön fordítani kellene, itt van ez lesz. Tehát ugye a Beatles Gerzsa filmen kérdezik a telefon kezemben. Jó, hát fel kéne nőni a feladathoz, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy talán olyanokat kéne megkérdezni, akik azért már sok évvel értek hozzám, és zenészek. Mert itt azért figyelembe kell lenni arra, hogy négy zenész beszél. Én még nem vagyok zenét, valamennyit tudok angolul, fordítok, de azért a zenész lenget nem ismerem, és egy zenész olvassa, és ha rosszul fordítottam, akkor ki fog rövögni, és az úgy azért mondta ezt jól a könyv karrierjének. És ezért gondoltál rá, mint zenésznek? Nem, külön gondoltam, hogy zenésznek, mert ő is Beatles rajongó, meg Gábor, aki valaha zenélt, meg Beatles rajongó. Ha ők nem tudják, akkor igazából már esetleg fordítok, akkor nagy baj van. Úgyhogy velük azért konzultáltam rendesen, hogy van nagy baj volt, és így mondják a zenészek, Gábor, így jó, hogyha arra gondolhatok, hogy... És akkor hát így tisztáztuk a kérdéseket, még egy nehézség volt ennek a könyvnél. Láthattátok itt ebben a szép videóban, hogy a szövegnek és a képeken egy olyan egyensúlyát hozták létre, amit minden kiadásba követni kellett. Tehát az úgy kellett elképzelni, hogy a magyar szavaknak nagyjából hasonló számolatnak kellett lenni, mint az angolnak. Ez általában lehetetlen a magyar szöveg, mindig egy 25%-at több. Itt úgy kellett gazdálkodni a szavak, hogy beférjen minden. Hát ez tényleg egy tetszik fontos volt. Tehát azért nem azért fényezzem magam, mert egyszerűen nem volt lehetősége se eltérni a szövegtől semmi átformában. Tehát nagyon minimális változtatás van, mert inkább olyan szóvi célén kell kreatívkodni. A többinél minél precízebben pontosabbat kell tisztelni. Amikor így mész ezen a három tulajdonképpen nagy része van felosztva a könyv, az egyik a Twickenham Studio, aztán az Apple, és aztán a vége ugye a tetőkoncert. Mennyiben érezted azt, hogy azok a kérdések, amit ezzel a korral kapcsolatosan úgy magadban megfogalmaztál régebben, hogy lapozgatott tovább és fordított, hogy kapsz ezekre választ. Tehát, hogy mennyiben érezted azt, hogy Harrison akkor tényleg ennyire el akarta menni, Lennon unott volt-e, egyáltalán mennyiben voltak azok igazak azok az állítások, hogy hát, és most is jelentek meg olyan cikkek, amiből arról beszélnek, hogy ugye, hogy szem előtt oszlik fel a Beatles. Valamilyen szinten igaz, de? Hát, szerinted? Bennem is ért ez az ilyen, hát bekontextus tulajdonképpen, hogy ekkor a Beatles van úgymond halálán volt el. Hogy kifelnézzek ebbe a történetből, nagyon csalódtam pozitív értelemben, mert ebben a könyvben az jön egyáltalán, tehát igazából voltak repedések, de mindig akartuk zenni, tehát nem akarták ezt ennyire befejezni.
ami meglepő volt, hogy Lennon mennyire vitte a hátán ezt a dolgot, tehát nem akart létezni a Beatles volt. Azt akart, hogy zenéljenek, helyzetlenokat koncertezni, Paul nagyon vitte volna egy koncert irányába az egészet. Ingo meg úgy volt, hogy dobó, de hát neki az volt a filmben is, nem egy ilyen második karrierek volna. Lennon nekem sokkal szimpatikusabb lett, mint korábban gondoltam volna. Mondanak hát egy kicsit kevésbé, de hát szerintem sokan időnk el azért. Néha egy picit így próbál vezérelni, és nem lehet, hogy zenekar vezér, menedzser is, meg zenész is. Tehát nyilván jelenleg zenészek sokkal jobban mondják, igen, hogy viszont ha nincs ő, dolgok, akkor nincs motor. Ez meg a másik, igen, tehát ez egy ilyen volt a fokkosuka volt, és igen, melyiket az a feszültség. Ami nekem nagyon megrázó volt, és itt egy kicsit megdöbbentem, hogy amikor Harrison elmegy, akkor utána azt mondják, jó, akkor keresünk érte mást, elhívjuk Eric Clapton, viccesen mondják ott a Ringo felségének, hogy akkor hétvégén vett át az akkordnak, aztán hétvégén jött el. Jó, hát azért én ezt nem veszem annyira komolyan. Ez nem volt annyira komoly, de Kelet Clapton-on viszont azért szerintem gondolkodtak, hogy jól. Clapton lehet, hogy gondolkodtak volna, sőt, amikor ugye Blipeston megjön, akkor mondják is többen, hogy a Lemon mondja is, hogy legyünk köten. Igen. Azért ez egy óriási különbség az, az ő hozzáállásukban, a McCartney nem véletlenül viszi ma is a hátán a Beatlesnek tulajdonképpen a történetét, vagy az ő az ászlóvivő, mert ő úgy gondol erre a csapatra, hogy mi négyen is kész. Ő biztos, hogy akkor sem gondolta volna ezt komolyan. Lennon az sokkal ilyen esetlegesebb volt. Hát most esetleg George kiszáll, akkor berakjuk ide az Eric Clapton, attól még mi leszünk a Beatles, vagy lesz egy másik nevétető. Föl se fogta ennek a, ahogy ez a világon mit jelentett volna, hogy holnaptól Eric Clapton lép be. Ennél nagyon gondolom, egyébként Clapton elfogadta volna, nem csak a George barátsága miatt, hanem így egyébként is ő. Tehát a kívülállók mindig úgy voltak vele, hogy most, amikor a fehér albumon is elhívja ugye Harrison, és akkor biztos, hogy akarod, hát a Beatles-be játszok egy szóló gitárnak, te vagy a szóló gitársnak. Gyere csak el, mert én szeretném azt a hangzást. És akkor is nehezen érkezik meg, hogy jó, hát George úgy gondolja, hogy persze, gyere, játsszál velünk, de nem hiszem, hogy elfogadta volna. Igen, azért ez egy furcsa, és egyébként internetes körökben is megjelent, hogy milyen könnyedén megváltak volna Harrisontól. Azért, hogyha utána nézed, vagy olvasod utána, azért nagyon sokat gondolkodni, hogy ki menjen el hozzá, együtt menjünk el hozzá. Igen, kicsit lágyítsuk meg, stb. Tehát azért ott van bennük ez. Még nem ő volt az első, aki becsapta az ajtót, ugye hát már fogják, hogy egy említett, hogy úgy becsapta egy vászlott ajtót, a Ringo azért a fejre, ahol idején ment el, tehát nem lehet. Néha én is becsapom az ajtót. Igen.